Elkészült a megyei békéltető testület első féléves beszámolója. Az ügyek számából az látszik, hogy a járványhelyzet tavaszi hónapjaiban kevesebben fordultak panaszukkal a szervezethez. Üdvözlöm Önöket, erről is beszámolunk mai adásunkban. Előbb azonban nézzük, miről lesz még szó. Magyar Falu Program. A megye 4-es számú választókerületében is sok fejlesztés valósul meg. Energetikai beruházások a Nyíregyházi Egyházmegye 7 intézményében. Jótállás és szavatosság, ilyen ügyekben keresik a legtöbben a békéltető testületet. A Magyar Falu Program pályázatainak köszönhetően és topos forrásokból is több fejlesztés valósulhatott meg az elmúlt években Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 4-es számú választókerületében. A térség országgyűlési képviselője az Európa Tanács tagjaként az uniós pénzek elosztására is rálát. Köszöntöm a stúdióban dr. Tilki Attilát, az érintett választókerület országgyűlési képviselőjét. Köszönjük sokan. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Helyezzük el előbb talán, hogy a megyében hol is található az a bizonyos 4-es számú választókerület Tólig, és hány lakosról van itt szó? Igen, hát ez a legkeletibb, a megye legkeletibb részén. Ha elképzeljük a megye határt, vagy ha magunk elé képzeljük, akkor Záhonytól Garborcig, tehát a legkeletibb választókerület az enyém, gyakorlatilag keletről Kárpátalja és a Partium. Mal vagyok szomszédos, vagy vagyunk szomszédosak, 88 település alkotja a választókerületet, ahol mindössze két település, 5000 lélekszám fölött lévő város, a négy városból, a másik két város, Mándok és Záhony 5000 lélekszám alatt, Fehérgyalmat, Vásárost, amely 5000 lélekszám fölött, az összes többi kis település, vagy apró falvas település szerkezet a térségen. Ezek szerint ilyen 90-100 ezer? Hát igen, a lélekszámok azok közel hasonlóak. Egyébként ugye ez volt a választókerületek újra szabásának is az elindítója, hiszen a korábbi választókerületi rendszerben aránytalanságok voltak sokkal kisebb és sokkal nagyobb választókerületek, tehát most a mostani 106 választókerület az országban az közel hasonló nagyságrendű, tehát közel hasonló lakosságszámmal bír. Mik azok a legfontosabb feladatok, amivel szembe kell nézni, mik a prioritások ezen a területen, illetve hát aktualitásokról is beszélhetünk? Igen, hát ugye ahogy elmondtam, apró falvas település szerkezet a választókerületem, tehát számunkra nagyon fontos az, hogy a kormány meghirdette a Magyar Falu Programot. A Magyar Falu Programban a települések és egyházi közösségek által választható pályázati kiírásokon túl a településeken élő embereket is érinti, hiszen a falusi csokk intézménye, ahol azokon a településeken vehető igénybe, ahol a lakosságszám nem növekszik, illetve egy másik feltétel is van, a leghátrányosabb helyzetű térségekben. Tehát a választókerületem 88 településéből a két város, két nagyobb város kivételével mindenütt igénybe vehető, és ez látszik is. A választókerületemben nagyon sok településen emelkednek az ingatlan árak, nyilván nem olyan mértékben, mint mondjuk Nyíregyházán, de attól függetlenül a korábban eladhatatlannak hit lakásokat is megvásárolják a fiatalok, és nagyon sokan veszik igénybe a falusi csokot. Eredetileg a szándék is az volt, hogy a fiatalok maradjanak helyben, és ehhez próbáljon meg olyan pályázati kiírásokat találni, ami a helyi közösség összetartó erejét növeli. És hát nagyon sokan adtak be pályázatot a választókerületemből, legutóbb például a közösségi tér értékelése történt meg egy olyan jó másfél héttel ezelőtt. Csak érdekesség, hogy a önkormányzatok is beadhatták közösségi térre, és az egyházi, tehát az egyházak is, a történelmi egyházak a térségemben, ugye a reformátuson kívül a görög katolikusok, a római katolikusok, és beadtak még evangélikus fejlesztést is, és a 88-ból 42 egyházi szereplő pályázott, nyilván azért mindegyik nem nyert, de én mindig azt szoktam mondani a térségemben élő polgármestereknek és a lelkészeknek is, hogy a be nem adott pályázat nem nyerhet, de mindig mindenkit arra buzdítok, hogy adják be a pályázatokat, és akkor hát ha nyerni fognak. Hogy nagyságrendileg ez mit is jelent, olyan
több mint 1 milliárd forint volt a tavaly választókerületemre jutó támogatási összeg, és most 2020-ban is olyan 600 millió forint környékén járunk, és ez ugye nemzeti forrásból valósul meg. Én a Költségvetési Bizottságnak is a tagja vagyok a parlamentben, alelnöke, és örültem annak, hogy elképzelésünket Gyopáros Alpád, a vezetője, a képviselőtársam, a vezetője, aki Csornán él, tehát a egyik sőt a legnyugatibb választókerület az övé, és közösen támogattuk azt, hogy a költségvetési törvényben tegyünk hozzá, így egy közel 150 milliárd forint jut most a Magyar Falu programba. Itt akár mondjuk járdaépítés, orvosi rendelő építés, szolgálati lakások építése, az előbb említett közösségi tér, gépjármű beszerzés, civil szervezetek támogatása, tehát nagyon sok olyan programot próbálunk meg összerakni, ami a helyben, tehát arra azt próbálja meg elérni, hogy maradjanak az emberek falun, és a falusi életminőség legyen egy kicsivel jobb. És én úgy gondolom, hogy van sikere a programnak, hogyha azt nézzük, hogy Magyarországon 2873 5000 lélekszám alatti település van. Az országban élőknek közel a 30%-a, tehát közel 3 millió ember él olyan településen, amelyik 5000 lélekszám alatti, akkor ez egy teli találat volt ez a kezdeményezés, és nem csak az én választókerületemben, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is sikeres programról beszéltünk. Mindemellett ahhoz, hogy ez igazán sikeres tudjon lenni, kellenek munkahelyek, megtartható munkahelyek, és hát az egészségügyi szolgáltatást egy picit már érintettük, de ugye kórházi ellátás is. Ez a két terület most éppen aktuális is. Igen, hát ugye a COVID, tehát a járványhelyzet miatt azért a megyében is, és a választókerületemben is különböző mélységben érintette a cégeket. Van olyan vállalkozás, aki sikerrel pályázott a kormány által koordinált munkahely megtartó és fejlesztő támogatása, amit ugye szoktunk látni a televízióban, hogy a külügyminiszter szokott ellátogatni mindig azokra a helyszínekre, ahol a gazdasági szereplők ezt a támogatást igénybe veszik. Ez a Vásárosnaményi Vervin ruhagyár kérdését sem hagyjuk ki. Ez egy érdekes helyzet, hiszen angol tulajdonosi háttérrel rendelkező cég számára már egyedi kormánydöntést készítettünk elő a járvány előtt. Már tényleg csak az I betűre a pont hiányzott, ez egy komoly állami támogatást jelentett volna, de hogy a textilipart érintette a legérzékenyebben talán, hiszen a középkor óta a minőségi szövetek hazája, az pontosan Észak-Olaszország, azon belül is Lombardia, ahol a nagy kócpontja volt a járványnak, tehát egyrészt nem volt megfelelő alapanyag utánpótlás a cégnek, másrészt az elkészített termékeket, ez a gyár, ez a minőségi férfi ruhákat, öltönyöket gyártó cégcsoportról beszéltünk, vagy cégről beszéltünk, nagyon híres angol márkákat is gyárt ez a cég. Aztán a dolgozókkal együtt úgy döntöttek, hogy fizetés nélküli szabadságra mennek el a dolgozók, és talán ez volt az egyik legrosszabb választás, hiszen a fizetés nélküli szabadságra nyilván fizetés nem jutott a dolgozóknak. Aztán utána a angol cég tulajdonos mégis úgy döntött, hogy nem folytatja tovább a termelést. És hát most a dolgozók joggal tiltakoznak a elmaradt bérük iránt, vagy követelik az elmaradt bérüket. Egy országgyűlési képviselő számára ugye nem egyszerű a helyzet, hiszen egy külföldi tulajdonosról van szó. A külföldi tulajdonos áll munkaszerződésben a dolgozókkal, és a dolgozók közösen hozták meg a cég vezetésével a fizetés nélküli szabadságról szóló döntést. Mi azon dolgozunk a város vezetőjével, Filip Sándor polgármester úrral, kormánymegbízott úrral, Román Istvánnal, hogy amennyiben világosak lesznek az angol tulajdonosok szándékai, akkor találjunk olyan magyar cégcsoportot, aki megvásárolja a céget, hiszen rendkívül fontos
az ottani munkaerőnek a megtartása, ami zömében női munkaerőt jelent, és elég sok 20%-ban körülbelül roma származású munkaerőt, és sok esetben szakképzetlen munkaerő ként, vagy munkaerőből váltak a varrónőkké, tehát elég korlátozott elhelyezkedésű lehetőségük van. Ugye a másik, ami szintén Vásárosnaménban borzolja a kedélyeket, hogy az a vírushelyzet kezelése senkinek sem volt könnyű. Nyilván ugye az ellenzék feladata a riogatás. Én is megkaptam, hogy lehetek olyan országgyűlési képviselő, aki Fehérgyalmaton él, és Fehérgyalmati kórházban nincs egy darab lélegeztetőgép sem, hiszen minden ide került a Nyíregyházi József András kórházba, de a Vásárosnaményban sem volt, hiszen itt a központi sebészeti tömböt, a nagy épületet jelölték ki a Covid fogadóhelyé. Aztán mindenki civil virológus képesítést is szerzett itt az utóbbi 3 hónapban, mert mindenki tudja, hogy mit kellett volna csinálni. Mi tényleg azt látjuk, és azért a számok, ha csak a nyugat-európai vagy az európai mutatókat nézzük, a Worldometer lehet egy ilyen címszó alatt találni, ami még minden országot összesít éppen az napi aktuális járványhelyzetről. Itt tényleg jól állunk, viszonylag jól állunk. És ez tényleg azt jelenti, hogy meghoztuk a megfelelő intézkedéseket a megfelelő időben, és most is érzékelhető az országok besorolásával is, hogy jó döntés volt, aktualizálva, hetenként frissítve a körülöttünk lévő országok besorolását esetlegesen kedvezőtlenebbre, vagy ha kinti helyzet indokolja, akkor kedvezőbbre váltani. Na most nyilván ez azt jelentette, hogy a vidéki kórházakat, a Fehérgyalmat és a Vásárosnaményi kórházat is át kellett szervezni, és még Vásárosnaményban nem indult be ugyanolyan intenzitással, mint a járvány előtt a kórház. Ez alkalmas terep arra az ellenzéknek, hogy egy tüntetést szervezzen, és hát éppen a szombati nap volt egy tüntetés, amit persze politikamentesnek hirdettek meg, de hát a ellenzéki képviselőknek a legfontosabb dolga a kormány szidalmazása volt, holott ők is ismerték azt a levelet, amit a Nyíregyházi József András Kórház főigazgatója dr. Adorján Gusztáv küldött el a telephely kórház vezetőinek és a polgármestereinek, így a Vásárosnaményi polgármester is megkapta, hogy szép lassan a szolgáltatások jelentős része vissza lesz állítva. Ugye érdekes a helyzet, mert én azt szoktam mondani a Vásárosnaményben is, hogy ami az előny, az sokszor hátrány, hiszen az autópálya közelségével 35 percre található Vásárosnamény most már Nyíregyházától, és igen, gyakran választják a betegek éppen a Nyíregyházi kórházat is. Az egészségünk az mindig egy fontos kérdés. Ugye mennyit hallottuk, hogy ilyen rossz a magyar egészségügy helyzete, hogy ellátatlan betegeket küldtünk haza a járvány során, hamis videók is megjelentek erről a témáról. Aztán végül kiderül az, hogy tényleg a felelős minisztérium, én úgy gondolom, hogy a felelős döntést hozott. Persze mindig lehet hiányosságokat találni, hiszen egy akkora nagy ellátó rendszerről beszéltünk, ami természetesen a nagyságából fogva sem lehet mindig tökéletes, de hát a uborka szezon, mármint a nyári szünet a politikában nem feltétlenül azt jelenti, hogy ilyenkor a képviselő hátadől és pihen, hanem vannak olyan események, amelyeket meg kell oldani és kezelni kell. Képviselő, sok mindenről szerettünk volna még beszélni, de az élet egy kicsit felülírta a mi terveinket. Köszönjük szépen, hogy befáradt hozzá. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. A Nyíregyházi Görögkatolikus Egyházmegye 7 intézményében kezdődtek meg energetikai beruházások az elmúlt hetekben. Az energiahatékonyság növelése jegyében zajló fejlesztések közel 1,3 milliárd forintos támogatásból valósulnak meg. Így a nyári szünidőben csendes a nagykállói Korányi Frigyes Görög Katolikus Általános Iskola, gimnázium és kollégium épülete. Hamarosan azonban nem csak a diákok, hanem munkálatok zaja is betölti a termeket és folyosókat, sőt utóbbiak már meg is kezdődtek. Mérnek számolnak a szakemberek, egy sikeres pályázatnak köszönhetően fontos felújítás zajlik az épületben, ahogy a Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházmegye másik 6 intézményében is.
A projektek keretében megújuló energiával növelnék az energiahatékonyságot minden helyen. Mások mellett nyílászárókat cserélnek, korszerűbbé teszik a fűtést, a tetőkre pedig napkollektorok kerülnek. Több mint 10.000 négyzetméternyi épületnagyságot újít meg az Egyházmegye, ezáltal csökken azok energiafelhasználása. Az épületek a homlokzati szigetelésekkel új arculatot kapnak, az intézmények működése költséghatékonnyá válik, emellett mind közleményükben fogalmaznak, lépéseket tesznek a teremtett világ védelméért és a környezettudatosság a fenntartható jövő megvalósulásáért is. Dr. Papp Tibor, a Nyíregyházi Egyházmegye főhelynöke a vendégem, szeretettel köszönöm. Kezdjük csókolom, jól. Kezdjük talán azzal, hogy helyezzük el ezeket az energetikai beruházásokat a Nyíregyházi Egyházmegye pályázatainak, vagy fő fejlesztéseinek közegében. Mekkora jelentőségű ez a beruházás? Óriási jelentős bír, ugyanis természetesen mindig is voltak pályázataink, most is vannak futó pályázataink, amik mindenek előtt talán a közösségformálásban vagy alakításban játszanak inkább nagyobb szerepet. De ja, nagyon fontos az egyházmegyénk élete, hogy az egyik legfiatalabb egyházmegyeként, ugyanis a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területére korlátozódva, azért nagyon-nagyon sok mindent teszünk az utóbbi időben, és az egyházmegyének a tevékenysége most már nem csak abban merül ki, hogy, és természetesen bár ez a legfontosabb, hogy a híveinket ellássuk, hogy az evangéliumot minél közelebb hozzuk mindenkihez, de az utóbbi időben azért elég komoly intézmény fenntartók is lettünk, és ezeknek az intézményeknek a fenntartása, ezeknek a megfelelő működtetése egy óriási feladatot ró ránk, és természetesen ebben óriási segítséget jelent ez a pályázat, ezeknek a pályázatoknak a megnyerése. Lehet számszerűsíteni, hogy itt hány intézményt működtet ez az egyházmegye, és jellemzően milyen típusú intézmények ezek? Az egyházmegye jellemzően ugye két óriási területet különböztetünk meg, vagy ezt tartjuk különösen fontosnak talán az életünkben. Az egyik az oktatás és a nevelés területe. Ennek keretében iskoláink, óvodáink működnek a megye területén, 8, illetve 9 működik. Valamint a szociális a másik nagy területünk, aminek a keretében idős otthonokat tartunk fenn, valamint bölcsődéket tartunk fenn. Igyekszünk nagyon sok mindenre figyelni, illetve nagyon fontos a tanodáknak a fenntartása, ahol a hátránykompenzációban vesszük ki a részünket. Milyen infrastruktúrával rendelkeznek ezek az intézmények? Nagyon változó, tehát az intézmények természetesen mindig rengeteg pénzt igényelnek, hogy ezeket jól fel tudjuk tartani, és erre igyekszünk is odafigyelni. Tehát nagyon odafigyelünk arra az utóbbi időben különösen is, hogy a körülöttünk lévő gazdasági helyzetre reagálva fontosnak tartjuk azt, hogy inkább beruházunk, inkább az épületeinkre fordítsunk, azokat újítsuk fel, mert úgy látjuk, hogy ott sokkal jobb helye van, sokkal hatékonyabban tudunk bánni az eszközeinkkel, hogyha ezeket fejlesztjük. És éppen ebbe az irányba állt be ez a pályázat is, ami tulajdonképpen a mai beszélgetésünknek talán az egyik legfontosabb apropója. Mit kell erről a pályázatról tudni, melyik hét intézményről van szó, és mi az, ami elkészül? Igen, 2019 őszén nyújtottuk be a pályázatot a környezeti és energiafelhasználási operatív programnak a keretében, és hát nagy-nagy örömünkre most júniusban kaptuk meg a támogatói szerződéseket, hogy ezek a pályázatok nyertek. És négy nagy csomagról, négy nagy pályázatról beszélünk, amiből három egy-egy intézményt érint, mert ezek nagyobb intézmények. Az első a bejátszásban is látott Korányi Frigyes görögkatolikus gimnázium és általános iskola kollégiumnak, a kollégiumi épületének a felújítása. A másik a Nyírlugasi görögkatolikus általános iskolának a felújítása. A harmadik nagy terület a Hodászon a Tarnai Tagban található nagy ápoló-gondozó intézetünknek a felújítása. Valamint a negyedik pályázat az egy csomag gyakorlatilag, ebben a Mária Pulcsi görögkatolikus általános iskola tornatermének a felújítása szerepel, valamint a Hodászi, a Nyírvasvári és a Nyírkarászi, bocsánat, idős otthonunknak a felújítása szerepel ebben az utolsó csomagban. Mi az, ami ezekben az intézményekben elkészül? A pályázatoknak mindegyik projektnek tulajdonképpen egészen hasonló a célja. Az elsődleges cél az épületeknek a korszerűsítése, az energiafelhasználásnak, a hatékony energiafelhasználásnak a reményében, és ezért mindenek előtt
arra figyelünk, ugye, hogy ha több részre akarjuk osztani ezeket a felújításokat, először is, hogy az energiát bent tartsuk, vagy kint tartsuk, ugye? Így van. Tehát ebben az első, ugye, hogy hőszigeteljük az épületet, tehát egy komoly homlokzati, illetve lábazati szigetelést kapnak az épületek, valamint a nyílászárókat cseréljük ki sokkal hatékonyabbra, tehát amelyek jobban bent tudják, vagy kint tudják éppen tartani a hőt. Valamint a másik, ami még nagyon fontos, hogy az energiát hogyan állítsuk elő. Tehát itt a kazánoknak a korszerűbbre való kicserélése, valamint a fűtés rendszereknek a felújítása is szerepel, akár a szelepeknek a kicserélésére is lehet itt gondolni, ami el sem hisszük, hogy milyen sokat számíthat. Valamint még nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy a megújuló energiát is megcélozzuk, és ennek keretében az épületekre napelemek fognak majd felkerülni. A bejátszásban is elhangzott, hogy az egyház nagy hangsúlyt fektet a környezettudatosságra, illetve a fenntartható, jól működtethető rendszerekre. Miért olyan fontos ez az egyháznak? Hát természetesen intézmény fenntartóként nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy a rendelkezésünkre álló eszközöket, hogyan használjuk, pénzeszközöket, akár hogyan használjuk fel. És ebben valóban nagyon fontos, tehát ha egészen szakmailag kellene mondani, akkor egy GG-s besorolásból egy CC-be tudunk felkerülni ezeknek a felújításoknak a segítségével, ami nagyon-nagyon sokat számít, tehát ezzel éves szinten nagyon komoly költségeket lehet megspórolni. De természetesen ehhez kicsit hasonlóan fontosnak tartjuk azt, hogy az épületek azért látványra is teljesen meg fognak újulni. Tehát azok az épületek, amelyek azért ezek nagy épületek, ugye hallottuk a bejátszásban is, hogy több mint 10 000 négyzetméter felület fog így megújulni, teljesen új arculatot kapnak. Ez azt jelenti, hogy akik a városokban vagy falvakban élnek, azok egyszerűen szebb épületeket fognak látni. Azt látják, hogy fejlődünk, hogy haladunk, hogy igyekszünk igényesek lenni, ami az életnek minden területén meg kell, hogy jelenjen, és éppen ezen a területen is én úgy gondolom, hogy nagyon sokat fogunk tudni ehhez hozzáadni. Tehát az embereknek a közérzetét, a városlakóknak, vagy a falvak lakóinak az igényességét nagyon bízunk benne, hogy ezek által, a beruházások által fogjuk tudni egy kicsit még fokozni. Hogyan tud ez egy kicsit átmenni abba a szellemiségbe, amit a görögkatolikus egyház képvisel, és nyilván az intézményeibe szeretne átültetni? Így van. Természetesen nagyon fontosnak tartjuk, hogy a teológiában, illetve az egyház társadalmi tanításában egy nagyon fontos tétel az, hogy a teremtett világra kötelességünk vigyázni. Ugye ennek megvannak akár a szentírási alapjai, hogy az Istentől azért kaptuk ezt a teremtett világot, hogy vigyázzunk rá, hogy óvjuk, védjük, hogy ezt ne kiaknázzuk ezzel, ne visszaéljünk ezzel a hatalommal, amit a jó Istentől kaptunk. És ha ezt fontosnak tartjuk, akkor ezek a beruházások egészen ebben az irányban állnak, hiszen kevesebb energiát fogunk tudni felhasználni, jobban fogunk tudni a körülöttünk lévő környezetre vigyázni, és ezek nekünk, mint egyházi képviselőknek, mint egyháznak, ezek nagyon-nagyon sokat jelentenek. Tehát azon túl, hogy és természetesen azt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy ennek megvan a teológiája, megvan a lelkisége akár, tehát hogy itt nem erüljünk el az egésznek a materiális mi voltában. Tehát mi ezt nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy egyházként az elsődleges célunk az a lelkek üdvössége, hogy a híveket közelebb vigyük az Istenhez, ahogy már ezt említettem. Tehát ha bármit is csinálunk, de ezt a célt nem tudjuk elérni, akkor nem jól végezzük a dolgunkat. De bízunk benne, hogy ezeknek az eszközöknek a segítségével is ezt a nagy célt fogjuk tudni minél hatékonyabban elérni. És csak bízni tudunk benne, hogy akik körülöttünk élnek, gyakorlatilag a megyének a lakói, mindannyian ezt örömmel fogják fogadni. És talán a gyerekek gondolkodásába is be lehet ezt majd építeni. Természetesen különösen nagyon fontosnak tartjuk ezt, hogy ezekben az intézményekben, az iskolában, ahol gyerekeket nevelünk, a gyerekek gondolkodásában, az oda jövő szülőknek a gondolkodásában, illetve az idős otthonainkban is. Nem csak annyi embert érünk el, akiket közvetlenül nevelünk, tanítunk, vagy éppen ellátunk az ápoló-gondozó otthonokban, hanem rajtuk keresztül családokat, százait akár. Tehát egy nagyon komoly mennyiségű embert tudunk elérni, és bízunk benne, hogy tudunk közelebb vinni ehhez a bizonyos nagy célhoz. Dr. Papp Tibor, köszönjük, hogy befáradt hozzánk, és köszönöm beszélni tudtunk mindenről. Köszönöm.
Félretettük a jótállással, szavatossággal kapcsolatos sérelmeinket a koronavírus járvány idején. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Békéltető Testület első fél éves beszámolójából legalábbis az derül ki, hogy a fogyasztók mással voltak elfoglalva a tavaszi hónapokban. A szervezetnek a veszélyhelyzet kihirdetése után gyorsan át kellett szerveznie a munkát. Komoly változások jönnek januártól a jótállás és szavatosság szabályaiban. Az egyik legfontosabb, hogy bevezetik a sávos jótállást, ami azt jelenti, hogy a 10 és 100 ezer forint közötti értékű termékek kötelező jótállása egyé marad, a 100-250 ezreseké viszont két még a drágábbaké 3 év lesz 2021-től. Bevezetik az e-jótállási jegyet is, vagyis végre leszámolhatunk a jótállási füzetkékkel. További változás lesz, hogyha a terméket a fogyasztó a vásárlás követő 6 hónapon túl helyezi üzembe, akkor a jótállás kezdő időpontja a vásárlás napja lesz. A szavatosság terén módosul, hogyha 15 napon belül nem javítható a termék, akkor ki kell cserélni 8 napon belül, és erről tájékoztatni kell a fogyasztót. Amennyiben erre nincs lehetőség, a vételárat kell visszafizetni. Ha 30 napon belül nem lehet megjavítani a terméket, vagy 3 javítás után 4. alkalommal ismét meghibásodik, ugyanezek a szabályok érvényesek. Fontos elvárás, hogy a fogyasztók tájékoztatást kapjanak a javítási időkről, számolni tudjanak azzal, mikor használhatják újra a terméket. Az új szabályok kidolgozása során a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzéseire támaszkodtak, emellett a békéltető testületek gyakorlatait is figyelembe vették, ami nem csoda, hiszen a hozzájuk fordulók 35-40%-a jótállásos ügyekben kér segítséget. Hogy ezek a vizsgálatok milyen gyakran végződnek sikerrel a fogyasztók számára, és hogy a megyei testületnél milyen más ügyekkel foglalkoznak, arra is keressük a választ a következő percekben. Köszöntöm a stúdióban Görömbeiné dr. Balmasz Katalint, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Békéltető Testület elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nos, hát a Békéltető Testület számára is elég különlegesre sikerült az első fél év. Mi az, ami a legnagyobb nehézséget okozta? Ügyszámunk mennyiségben is megmutatkozik ez a visszaesés, hiszen egy fél évben általában előző időszakokban ilyen 150 körül szokott lenni az ügyeknek a befejezett ügyeknek a száma. Most ebben a fél évben 112 volt. Különösen április hónap volt az, amikor nagyon kevesen fordultak hozzánk, így a következő havi ügyeknek a tárgyalása ezt tükrözte. Március 16-án tartottunk utoljára meghallgatást, ekkor, mikor kihirdették a veszélyhelyzetet, áttértünk mi is az írásbeli eljárásokra, mivel a jogszabály erre lehetőséget adott, és leginkább online, illetve hát bizonyos esetekben muszáj postai módon is értesítéseket küldeni, mert még az online felületünk nincs annyira kidolgozva, hogy ott a térti vevény és egyéb joghatásokat le tudjuk követni. És majd június 22-e volt az az időszak, amikor az első meghallgatást tartottuk. Tehát közel 3 hónap volt az, amikor a Békéltető Testület tagjai tulajdonképpen otthonról, saját számítógépükön végezték a békeltetést. Sok esetben problémát okozott ez, különösebben idősebb vagy egyszerűbb ügyfeleknél, hiszen hiába küldtük meg nekik a válaszíratot, vagy hiába küldtük meg a hivatalos szövegű értesítéseinket, nem mindig értették. Nehezen értelmezték, igen. Ezért gyakran kellett telefonon is a kérelem nyomtatványba, hál' Istennek mondhatom ilyet, van olyan rubrika, hogy a fogyasztó telefonszáma, így ezen a telefonszámon nagyon gyakran el tudtuk érni a fogyasztót, és mintha meghallgatást tartottunk volna, tehát közvetlenül sikerült megmagyarázni neki az ügyet, és így kedvezőbben lehetett eldönteni. Jellemzően mik a leggyakoribb ügyek, amiben a Békéltető Testülethez fordulnak, és az első fél évben mi volt a legtöbb?
A statisztika szerint ketté szoktuk venni a termékekkel és a szolgáltatással kapcsolatos ügyeket. Ez úgy közel azonos, most az idei fél évben kicsit a termékek javára billent a mérleg. A szolgáltatásoknál minden évben legtöbb a közüzemi szolgáltatással kapcsolatos, gondolok itt a gáz, az ivóvíz, az áramszolgáltatás, a szemétszállítás, vagy amiben már évek óta nincs a távhő. Most az idei évben megint a gázszolgáltatás volt, amit a legnagyobb arányban fordultak hozzánk. Kedvezőbb a korábbi évekhez képest, hogy a gázszolgáltató az utóbbi időben hajlandó egyességet kötni a fogyasztóval, nem engedi el ugyan a szabálytalan vételezés miatt kiszabott teljes kötbért, de annak 20%-os mérséklésére hajlandó egyesség formájában, valamint az így csökkentett kötbére 12 havi részletfizetést is engedélyez. Mennyi idő, amíg lezongorázódik egy ilyen ügy, és ez az idei első fél évben változott a többihez képest? Jogszabályban meg vannak határozva, hogy a kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül ki kell tűzni a meghallgatást, és 90 napon belül be kell fejezni a ügynek a elbírálását. Ha meghallgatást tartunk, akkor ez általában olyan 45 nap az, amikorra kitűzzük a meghallgatást, és azt követő, ugye a meghallgatáson születik a döntés, és annak írásba foglalására 30 nap áll rendelkezésünkre. Most a koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzet idején ez a határidő, bár még megtartva törvényi határidőt, kicsit kitolódott, pont a többszöri postázgatás, az iratoknak megküldése, arra a válasz bevárása, tehát egy kicsit ez kiebb, de még mindig a törvényes határidőn belül mennyire voltunk. Voltak sikeresek, milyen arányban voltak sikeresek ezek az ügyletek? A ügyek nagy részében a fogyasztók kérelme megalapozott nagyobb arányban, mert ide számítom azokat is, amikor előfordul gyakrabban a vártnál vagy a kelleténél, hogy az a vállalkozás, aki a panaszkezelési eljárás során, tehát mikor a fogyasztó csak vele volt kapcsolatban, nem volt hajlandó a fogyasztóval megegyezni, mihelyt megindul a békeltető testületi eljárás, rögtön egyességet köt a fogyasztóval. De ezt nem az eljárás keretében, tehát még a meghallgatás kitűzése előtt megteszi. És akkor ilyenkor vagy a fogyasztó vonja vissza a kérelmét, vagy közösen jelentik be, hogy megegyeztek. Ez annyiból nem jó a fogyasztó számára, hogyha nem teljesíti azonnal az egyességet a vállalkozás, akkor később ezt az egyességet nem fogja tudni kikényszeríteni, mert ez két fél közötti egyesség. És újabb kérelmet már nem nyújthat És újabb kérelmet már nem nyújthat be. Tehát sokkal hatékonyabb, ha előttünk egyeznek meg, mert akkor, ha mégse teljesít a vállalkozás, akkor végrehajtási eljárást lehet kezdeményezni, kikényszeríthető az egyesség. Görömbeiné dr. Balmasz Katalin, köszönjük szépen, hogy mindezeket elmondta, és reméljük, hogy a második fél év már egy kicsit zöggenőmentesebb tud lenni. Én köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ez volt a 35 perc, ezzel a műsorral legközelebb szerdán ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!